Egyszer egy szépséges, szép király kisasszony, de olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához hercegek, királyfik a világ minden tájékáról. Körülvették a világ szép király kisasszonyt, mondtak neki mézes, mázos szavakat, de annak ugyan beszélhettek. Az egyik fülén be, a másikon ki, nem hallgatott rájuk. Egyhez sem volt egy kegyes szava, csak kacagott rajtuk, hogy a palota is csengett belé. Volt egy a hercegek s királyfik közt, aki tetszett neki egy kicsit, de ennek sem sok örömet el lehetett abban, mert őt még a többinél is jobban kikacagta a szívtelen király kisasszony. Hát, telt múlt az idő, az történik, hogy két bolhácska ugrik a király kisasszony tenyerébe. Nosza, a király kisasszony serest. Összeszorítja a markát, s a két bolhácskát beleereszte egy zsíros bögrébe, hogy ott nagyra nevelkedjenek. Bizony, ha odaeresztette, hogy jó konyhára kerültek, s esztendőre kettőre úgy megnövekedtek, hogy a bőrükből pompásan kitellett volna egy pár cipellő. Egy gondolt, mint nem a király kisasszony, behívatta a mészárost, a bolhánkat megnyúzatta, a bőrüket a vargával kicserzette, s a csizmadiával fájintos egy pár cipőt csináltatott. Kihirdette országvilág előtt, hogy aki kitalálja, hogy az ő cipője miféle bőrből vagyon csinálva, annak lesz a felesége. Összeverődtek ismét a hercegek, királyfik, és mindenféle válogatott legények. Lédába állottak az udvaron, és úgy találgatták, hogy miféle bőrből vagyon a király kisasszony cipője. De egy sem találta el az igazit, hanem a herceg, aki egy kicsit a király kisasszonynak is tetszett. Fogta magát, felöltözött koldús ruhába, belopódzott a király kisasszony hálókamrácskájába, s ottan elbújt, hát ha majd este a király kisasszony beszél a szobalánynak a cipőjéről. Úgy is lett, ahogy gondolta. A király kisasszony nagyokat kacagott a sok bolond feleleten, amit egész nap hallott, s azt mondta a szobalányának, meglásd, soha senki ki nem találja, hogy bolha bőrből van a cipő. Hiszen éppen eleget tudott a herceg, másnap ő is a többi legények közé vegyült, koldús ruhában, és mikor a sor rákerült, megmondta egy szóra. Felséges király kisasszony, bolha bőrből vagyon az a cipő. Elhalványodik színében a király kisasszony, reszketett, mint a nyárfa levél. De a szavát nem akarta megmásítani, és azt mondta, eltaláltad te koldús ember, feleséged vagyok ez órától fogvást, ásó, kapa, s a nagy harang válasszon el minket. Jól van, hát csak vesd le lelkem, feleségem, szép sejem ruhádat, öltözte is koldús ruhába, mert úgy illünk egymáshoz. Akart, nem akart. Koldús ruhába öltözött a kevés király kisasszony, s ment az urával a falu végére egy piszkos kalibába. De még ez sem volt elég. Az urával reggeltől estig koldulni kellett, hogy járjon, este tüzet rakjon, vacsorát főzön olyant, amilyent lehetett, s amilyen kitelhetett. Azán, még ez sem volt elég. Jön egy hajdó a kalibához, s beszól nagy hangosan, hé, koldús asszony, eredj tüstént ennek a hercegnek a földjére kapálni. Mit volt mit tenni? Elment nagy keserves könyhullatások közt. Azután az ura is elment, egyenest a palotájába. Ott felvette ragyogó cifra ruháját, s úgy ment ki a kapásokhoz, mert hát az ő földjére küldték kapálni a koldús asszonyt. Ott a kapásokat egyre biztatta a herceg, a feleségét pedig folyton szitta, becsmérelte, hogy ilyen meg olyan napszámos pedig szegény asszonyról csak úgy csurgott a verejték. Na, elkövetkezett a vacsora ideje. Asztalhoz ültetik a napszámosokat, ezüst kanalat, villát, kést tesznek mindenkinek a tányérjához. De a herceg még nem elégelte meg, azt akarta, hogy a felesége megemlegesse a kevéségét,
megtanított egy napszámos asszony, hogy annak a koldús asszonynak csúsztasson egy ezüst kanalat a zsebébe. Hiszen lett haddelhad vacsora után, amikor az inasok látták, hogy hibázzik egy ezüst kanál. Nosza, sorban megmotozták mind a napszámosokat, meg is találták a koldús asszonynál. Hiába esküdözött, megfogták, s vitték a sötét tömlöcbe. No, hanem most már csak ugyan elég erős volt a lecke. Alig, hogy bezárták a tömlöc ajtaját, mindjárt ki is nyittatta a herceg, bement a feleségéhez, szép gyöngén megfogta, s fölvezette a palotába a feleségét. Mondta neki, na most már ne sírj többet. Öltöz fel újra szép selyem ruhádba. Lásd, én is felvettem drága szép ruhámat, mert úgy tekints rám, hogy én voltam az a koldús, akinek te felesége lettél. No, száz szónak is egy a vége, olyan szépen megbékültek, s összemelegedtek, hogy öröm volt látni. Én legalább láttam, ti is megnézhetitek. Bátran!